Köszöntök mindenki, itt ez itt a One More Game és a Mountain Blade 2, Bannerlord Attila a Hunnak a 14. epizódja, és itt vagyunk Argoron városa fölött. A város fölött, amit megkaptunk azért a csatáért, amihez nem tudom, hogy konkrétan mennyi közünk volt, de a lényeg, hogy a miénk, és én rendelkezek ettől kezdve így a város fölött, és nagyon-nagyon bős dolognak tartanám, hogyha esetlegesen így átfutnánk, hogy a város gyakorlatilag hogyan lehet menedzselni. A kérdés az, hogy itt át lehet-e menni, úgy látom, hogy nem. Egyetlen egy bejárata van a várnak, és hogyha jól látom, itt el is hagyjuk most egy pillanatra, itt nem tudunk átkelni. Tehát ez egy rendkívül rossz stratégiai helyzetben levő vár. Hogyha lehetne hajózni, akkor azt mondom, hogy annyira nem lenne gáz, mert akár kijebb is lehetne építeni, és na jó, sok a feltételes mód. Nincsen szükségünk ezekre a feltételes módokra. Egy bejárat van, egy kijárat. Tehát, hogyha engem megtámadnak, akkor szembe kell nézzek majd itt mindennel, amit engem fenyeget. Nos, folytatódik tovább a háború, és sokat írtatok azzal kapcsolatban, hogy mit csinálják az ellenséges nemesekkel. Nekem van egy harmadik ötletem, mert ugye van az első, hogy donételem őket, és akkor kapok befolyást. A másik az, hogy megölöm őket, és akkor hiányoznak a térképről. Viszont van egy harmadik megoldás, ami nem más, hogy elengedem őket, és nő ezáltal a kapcsolatom a nemes irányába. Egészen valószínű, el fogjuk tiporni az Északföldét úgy, ahogy van. Lehet, hogy nem most, lehet majd csak a következő részek alatt, sőt, egészen biztos. Most csak egy kisebb darabot harapunk ki belőlük, de Tiál városa biztos, hogy el fog bukni, és én szeretném magamat megmérettetni azzal kapcsolatban, illetve csapatot toborozni mind az Empire katonáiból, mind pedig Kuzaitokból, és egy picit felerősíteni őket, mielőtt nagyon neki mennénk a gonosznak. És szeretnék visszamenni a háborúba, de... hogyha növelem a befolyást a nemeseknél, és esetleg elfoglaljuk az utolsó várost is. Elmondom, mi az elméletem. Az elméletem az az, hogy a nemesek, miután széthullott a birodalmuk, választanak, hogy kihez csatlakoznak, melyik birodalomhoz. És hogyha jó a kapcsolat az én birodalmammal, akkor lehet, hogy hozzánk fognak csatlakozni, és meg fogják tölteni a várakat. Elmondom, hogy ez miért lenne jó. Ekkora a térkép. Minél nagyobb szeletet metszünk ki az ellenfélből, minél több embert ölünk meg, annál több nemes fejére jut egy vár és egy város. És a végén természetesen lehet olyan, hogy négy város is az övé. És a kérdés az, hogy meg tudom én védeni mondjuk ezt a városomat úgy, hogy ezt is ostromolja egy másik nép, és hogyha ezt a városomat megvédtem, lesz elég katonám, hogy megvédjem ezt is. De, ha van plusz nemes nálunk, akkor oda lehet adni neki, ő sereget tud toborozni, és ő is tud védelmezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Nem elég kiharapni egy óriási szeletet a világból, azt meg kell tudni tartani. Ahhoz azt el kell tudnunk látni. Ez egy fontos dolog. És hogyha hosszú távon gondolkozunk, az én véleményem az, hogy nem éri meg ezeket a nemeseket leölni, amennyiben létezik az az opció, hogyha szétverünk egy birodalmat, mondjuk az Észak Empire-t, ha széjjel verjük, akkor a maradék birodalmakhoz hozzácsatlakoznak a nemesek. Ha ez él, akkor célszerű jó kapcsolatot kiépíteni egy kevés arany és befolyás befektetésével, hogy hozzánk csatlakozzanak. Mert hogyha mi verjük szét a birodalmat, lehet, hogy nem mi leszünk az elsők, akikhez csatlakozni fognak a nemesek. Ez csak így lábjegyzett be, tehát megpróbálkozunk egy ilyennel, hogy ha elfogunk egy nemest, azt elengedjük, és megnézzük, hogy a kapcsolat az hogyan változik, ha változik. Nem tudom, hogy benne van-e a játékban, sosem próbáltam még hasonlót. Fejét már vettem egy embernek, úgyhogy azt tudom, hogy milyen. Gyakorlatilag, hogyha itt rámegyünk a... Ja igen, ezt a hölgyet. Irina the Black-et fogjuk összeszedni. Azt el fogom mondani, hogy miért. Hogyha Kingdomnál rámegyünk, tegyük fel a Southern Empire-re. Pontosan nem erre. Leader. Itt vannak a barátok. Hogyha megölünk valakit, akkor szürke lesz az illető is. És gyakorlatilag ennyi fog történni. Na de, Argoron. Menedzseljük a városunkat. Mostantól kezdve lehetőségünk van arra, hogy itt kiadjunk feladatokat, hogy mit csináljanak. Fortification 2 az, amire rányomott a mesterséges intelligencia, valamint itt voltak még munkák, amiket úgy konkrétan nem kértem. Az irrigation-t állítottam be napi munkának, az pedig azért, hogy plusz egy élelmiszert kapjak így a településből. A kajám az most stagnál, a milíciám az nő, a lojalitás szintén nő, a jólét bent a városba szintén nő lassan, de biztosan. Goods from Market, Empire Prosperity Bonus, igen.
és security. Minden nő. A daily productivity-t kell majd egy kicsit megtolni. A városban található egy sörfőzde, egy bőr, egy tannery. Nem kádár. Egy bőrelőkészítő. Nem tudom hirtelen a nevét. Na mindegy, illetve egy fegyver. Fegyverkovács. Ironmonger. Igen. Ezen kívül azt nem nagyon látom, hogy mikkel rendelkezünk, de ami már ilyen sárga kör, és ott van az egyes, az azt jelenti, hogy egyesen fel van építve, és ezt tudjuk majd tovább emelni. És választhatunk, hogy miket csinálunk. Itt a költség az elég magas több helyen, például a Granary, ami 1300 productionba kerül, és 45-öt kapunk naponta. Ezt majd lehet növelni. Lehet növelni természetesen. Construction from market. Market. Nem látom a marketet, és nem is tudok gördíteni. Oké, valószínűleg a belső piacra gondol. De rengeteg mindent csináltunk. Én a Fortification 2-t mindenféleképpen szeretném előtérbe helyezni. A Garrison Capacity plusz 100 az jó. Alapvetően nem vagyunk túlságosan veszélyeztetett helyen, de ez egy nagyon-nagyon erős építmény. 92%-on van, most nem fogom megszakítani ennek az építését. És készen vagyunk 17 nap alatt. 17 nap gyorsan elrepül ebbe a játékban. És 500-zal tudjuk egy napig duplázni, tehát akkor 16 nap alatt készül el, de én nem fogom a pénzemet most erre költeni. Jó, amint ezt megcsináljuk, jön majd a következő, és a következő pontunk var repair, bonus village production, lime kilns, vagy pedig alacsonyabbat szeretnék, igen. A fórumot szeretném a következőnek. Ez az a következő, plusz egy influence pontot kapok, szerintem naponta, és így nem fogom folyamatosan a befolyásomat elveszíteni, ugye ez az a következő pontunk. Nézzük meg, hogy mivel tudunk kereskedni. Talán ez egy ilyen jó pont lenne. Nem kapom olcsóbban, mint a város tulajdonosa, így ezeket a dolgokat? Szerintem nem. Desert Horse, egy Steppe Horse. Bár mondjuk lehet. Ezt a kettőt megvesszük, hogy kicsit gyorsabb legyen a csapatunk. És lássuk, hogy mi az, amink van. A mennyiségre kattintva megnézzük, hogy... Hajajaj. Oké, másik. Rengeteg szerszámot készítünk, és egészen jó árban van. Hal van nagyon sok, és gabona is van. Elég drágák a hal, viszont az olcsó, és etetnem kéne az embereimet. Tehát gyorsan megveszek így 30-at. 743-at fizetek, ez így teljes mértékben jó lesz. Eladjuk a helyet, és a kettő falumat, Hettániát, és Alatiszt megnézzük. Gyakorlat. Aztán visszamegyünk, majd egységeket fogunk toborozni annak érdekében, hogy legyen elég. És elmegyünk még az emberünkért. Na, milyen küldetések vannak itt? Family Fight, gyűlölöm azt. Train troops for Obron Alatiszt. Ezt meg fogom csinálni, majd ha nem lesz háború. Ez nagyon-nagyon fontos. Illetve ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne halljanak meg az egységek, mert nem nagyon örülnek neki. És nem tudom menedzselni a falut. Értem. Itt is 9 a hal. Jó, rendben, köszönöm szépen. Várj, csak el tudok valamit adni? Ruhákat nem, lovakat, ezt a camelt. Adok egy tevét! Annak biztosan nagyon-nagyon fognak örülni. És ennyi. Oké, 39 dénárt kaptunk. És recruit troops. 4-en jöhetnek hozzám. És el is fogadjuk őket. Leave. Azt hiszem, hogy azon a három ponton simán, ami kell, így az Empire-ből, azt be tudjuk toborozni. Recruit troops. Szintén ugyanaz a történet. Done. Leave. És ide jövünk, átmenjük a másik területre. 18 emberünk van, még kinek fel kell gyógyulnia. És valószínűleg majd fejlesztem a csapatokat úgy, hogy lootereket fogok ölni így nagyon-nagyon egyszerűen. Recruit troops. Nagyon jó, mert kapok már 2-es szintűeket. Ennek abszolút örülök. És elhagyom a területet. És megyek Kuzait földre, miután... Mizába beugrottunk. Miután Mizába beugrottunk. Hogyha útközben találok ilyen 10 vagy a fölötti looter csapatot, akkor azt mindenféleképpen megkínálom a fegyvereinkkel. Azt célszerűnek tartom, és 42 erdőbe a sebességünk? Vagy amúgy is? Nagyon jó profitunk van, ott van 15 looter. Azokat lehet, hogy jó lenne. 5,9-esek vagyunk, nem probléma. Jó, leugrunk ide, és itt ráverünk a looterekre egyet. Surrender or die. Szent Rups!
Négyen sérültek meg, az abszolút elfogadható, nincsen szükségem. 98 aranyat szívtunk ki belőlük, és abszolút többet fogunk így eme felszerelés összeszerésével. És hol is van a hölgy, aki kell? Beúrunk ide, Mizába. Ez már a mi birtokunkban van, Tavern District. Irina the Black. Őt kormányzónak szeretném kinevezni mindenféleképpen. A lett egy mérnök a karaktereknél, hogyha az N betűt megnyomjuk, itt a Heroes-nál, a Wanderer-nél találunk egy engineert, aki Odok városában van. Ezt mindenféleképpen fel fogjuk venni azért, hogy jobban tudjunk ostromolni. És Irina the Black szimplán a pozitív tulajdonságai miatt veszem fel. Ő egyébként egy egyszerűbb harcos, de őt fogom kormányzónak kijelölni. Nem találtam olyan karaktert, akinek esetlegesen kormányzói képességei lennének, de én feltételezem a játéktól az automatikus fejlődés véget, hogyha őt megteszem kormányzónak, akkor fejlődni fog a tulajdonsága is. Úgyhogy vele fogunk beszélni, nem fogunk elkezdeni gyalogolni, egyből őt kérdezzük meg. Attila vagyok, és átnéztem az aktádat, aranyom. Úgyhogy 1046 dénárt kész vagyok fizetni azért, hogy téged megtegyelek szeretett városomnak a kormányzójává. Így van. Back to the Town Center, leave. És Empire-ből elegendő emberünk van. Úgyhogy gyorsan visszaindulunk, és megtesszük ezt a nagytábot. Daily Gold Change 76. Az úgy nagyon jó. 10 looter! Worth it! Gyertek ide! Gyertek! Helyes. Nem látom, hogy az üzenet valójában mi volt. Egy emberem sérült, az úgy hibátlan. És fel tudom fejleszteni Kuzait footment. Lehet, hogy számszeríjászokat fogok fejleszteni. Az Empire-ből, Kuzaitból pedig spearment és huntert. Kuzait spearment van már egy pár. Kuzait spear infantry. Elég sokféle egységem van, ami nem nagy, nem probléma alapvetően. Mennyi Kuzait Hunter-ön van? Imperial Veteran Archer, azt is tovább fejlesszük, és... Kevés, 2. Jó, kapnak még egyet. Imperial Veteran Archer. Még erősebbé. És számszeríjászokat szeretnék egy párat összeszedni. 2 közelharcosok azok kellenek, hogy felfogjuk a nyilakat. És itt pedig jöhet a nehéz lovasság. Kuzait Kesik, Highwayman. Tudjuk fejleszteni, ugye? Igen. Mert a következő szinthez kell majd a Warhorse. Done. És jöhetnek a kaszák és a kapák, valamint minden egyes apróság, amivel rendelkeznek. Forest banditákat nem akarok támadni, egyedül lootereket szeretnék támadni annak érdekében, hogy az egységeket ne veszítsem el, hanem csak fejlődjenek. Ez egy fontos pont lesz. Odokba is el kellene mennem, mert ott van a mérnök. Vote for the new owner of Tial. Oh, szóval ez volt. Oké. Okay. Do you want to resolve owner of Tial decision? It will be... You want to resolve owner of Tial. It will be automatically resolved in 7 hours. Oké. Okay. Szavazhatok valakire? Monchung, Mesui és Altar. Egy relation. Hát Mesuinak segíthetünk már, én azt mondom, 67. Illatár decrease, Monchung will decrease. De miért? Hogyan? You need to select this outcome and how much you want to support that outcome. Illatár. Ja, értem, hogy be akarok-e kerülni. Oké. Or then voting the ruler will vote in the end, decide the outcome. Okay.
Jó, romlott a kapcsolat, mert én is részese akartam lenni ennek a tortának. Manage Town, és innen a The Black, ő lesz, aki Food minusz 11. Azt a kutyafáját. Plusz egy bónusz to Food Production. Igen, erre szeretném a hangsúlyt fektetni. Úristen, kiszipolyozta. Prosperity Garrison, így van. Így van. Remélem, hogy majd jönnek karavánok, úgyhogy aranyom, te kezdjél fejlődni. Done. Jó, a mérnökért pedig célszerű lenne elmennünk odobb, ami rohadtul messze van. De én azt mondom, hogy ezt az utat megteszem, és nem vagyok benne biztos, hogy a háborúnak vége lesz, amíg én odáig eljutok. Ha pedig vége lesz, akkor pedig stabilizálhatjuk azt a várost, ami most már a miénk. Erre nekem nincsen szükségem, erre a márkra. És szeretnék inkább arra a 23 looterre fókuszálni, eléggé gyorsan el fogjuk őket kapni elméletileg, és még mindig pozitívba vagyunk. Surrender or die. Kedves lootereim, erősítsétek az embereket. Nagyon jók ezek a looterek arra, hogy így felfejlesztük a csapatunkat. És még renovat is kapok, hihetetlen. Igen, te lehetsz erősebb, te lehetsz még erősebb, és done. És kaptam megint egy kis buzogányt, nem tudom, hogy vasvillával hogy a bubánatban nem lehet megölni egy katonát, tehát ez kicsit meredek számomra. Valamint amit nagyjából kezdek érteni az az, hogy ugye a workshopot átalakítottam, és a workshop az nagyon a pályának a szélén van, így gazdasági dolgokra így rátérve. És a pálya szélére nem mennek olyan sűrűn a kereskedő, mint a pálya centralizált részébe. Attila gain a level. Create an armint, oké. Hol? Jó, megyünk majd, haver. Megyünk majd. De szintet léptem, mert lovagoltam. Mit szóltok ehhez? Szerintem zseniális. Focus pont, mire tudunk fókuszálni, az egy nagyszerű kérdés lesz. Scouting. Movement speed during the day, és éjszakai sebességet fogok növelni. Méghozzá azért, mert éjszaka kapok negatív módosítót így a mozgásra. Tehát az éjszakait fogom erősíteni, és a Stewardnál pedig Transform Village Supreme Authority plus one influence if ruler. Próbáljuk ki, plus one influence. És mi az, amit erősítsünk? Kereskedelem nem, medicine akár ezt is, de kettes az intelligenciám, tehát ezzel nem fogok túl sokra menni. War production from farms. Plus one influence as a vessel, igen. Charm az nem érdekel, leadership 15-ös, az remélem, hogy nőni fog hamarosan. Taktika 49, your soldiers deal 5% more damage in simulations. Nem rossz. Nagyon alacsonyak így a tulajdonságaim, viszont a bow az lehetne nagyobb. Extra arrow per crew, igen. You can use any bow on horseman, tehát long bow-ot is tudunk használni, vagy pedig plusz 3, az plusz 6-ot jelent. Tegezenként, akár. Szerintem erre fogok rámenni, és akkor maradok így azoknál a nyilaknál, amiket tudok használni normálisan. Scout tactics. Oké, bow. Köszönöm. Done. Aztán megyünk majd a csatába, miután a mérnököt felvettük. 20 looter! Hibátlan. Állj meg, looter, én mondom a választ. 180-as sereg. Nem tudom, hogy kik állnak háborúba a birodalom, de nem baj, hogyha egy kicsit legyengülnek. 4 lovat láttam ott a seregnél. És hogyha 4 ló számlál, 4 egy csapat számlál 180-at, az nem lehet valami túlságosan erős. Kuzait footman, menjünk az Ians irányába, spear, menjünk erősebben. Watchman, mercenary scout. Jöhet egy kis lovasság. Imperial Archer. Oké, 3-1 arányba. Keshig. Khansguard. Ez egy nagyon-nagyon erős egység. És tudjuk fejleszteni Spearman, vagy pedig Imperial Veterán lesz, amit én választok. És 460-at fizettem ki ezért az akcióért. És jött az apróság. Majd odobba, hogyha eljutunk, nagyon-nagyon remélem, hogy ott lesz majd a mérnökünk. Azt csak remélni tudom, hogy ott marad a mérnök. Sea Raiders! Mit keresnek a kuzait fensíkon? Eltévedtek kicsit. Eltévedtek a Sea Raiderök. Már 50-en vagyunk talpon, néhány kuzaitot szeretnék
Taverne. Ó, itt is van. Itt is van az emberünk. Tak. Szevasz, haver! Attila vagyok, hogyha nem bánjátok, nem olvasom végig a feladatát. Nekem szükségem van. Szimpla 948 dinárért a szolgálataira. Úgyhogy kiugrunk és megnézzük, hogy mennyiért árulják ebbe a városba a lovakat. Ami egy fontos dolog lesz. Trade. És lássuk, Steppe Horse 66ért. Mindet megvesszük. Steppe War Horse. Mindet megvesszük. Azt a kutya fáját. És 2310-re lecsökkentettük az összeget, amit kivizetünk. Van pénzünk, köszönhetően a háborúnak. Adók, a faluknak az adója. Pottery Shop 144 és Garrison 681. A város a faluval együtt most már megtartja. Most már eltartja magát. Ez a fontos. Oké. Okay. Recruit troops. Jó, mind a 8-an jöhetnek. Leave. Ide jövünk. Itt is felveszünk néhány embert. Recruit. Úristen, mennyi lovas! Ezret kifizetünk. És szerintem elhagyjuk a területet. 60-74-en leszünk. Jó. Hideout, hideout. Tiál! Oké, okay, hát ezt problémamentesen bevettük. Hogyha megnézzük a királyságokat, diplomácia, Sturgia, eltiporjuk őket a francba. Eltiporjuk. 1900... Amúgy a veszteségek azok nincsenek annyira a mi oldalunkon, tehát ha az erőt veszük figyelembe, majd hogy nem többet vesztettünk, mint ők. De valószínűleg ez azért van, mert az ők embereik kevésbé képzettek, mint a mi embereink. Ez már nekem ide nem kell. Minusz 72-t veszítek. Valószínűleg negatívba fog így átmozdulni a mutató. Ez várható lesz, azért is, mert több katonám van. Szent Rups. Hárman sérültek. Fantasztikus. 199, 2 napi. Zsold. Done. Mehetünk tovább. Tiál. Körülnézzünk majd a belsőbb zónákba, hogy ott találunk esetleg valami olyan harcot, mivel tudunk csatlakozni. És útközben természetesen ezeket a lootereket elsöpörjük a földszínéről. 46 looter. Hát ez valami fantasztikus. Elrohantak. 46 looter, úgyhogy ekkora lovasságon van, elrohant. Surrender or die. Nagyon jó, mert rengeteg rongyot, meg rengeteg, úgymond ilyen idézőjeles szemetet biztosítanak, és csak 10 emberem sérült meg, és rengeteg pontot kaptunk, nem kellenek a foglyok. 700 arany! Az igen. Raider, Raider. Kuzait Raider. Horse Archer. Kuzait Hunter. Kuzait Horseman. És kell a War Horseman, a Raideröknek odaadtam mindet, mi? Hiba. És ide is kell a War Horse. Imperial Archer. Oké. Okay. Lancer, mind a ketten. És itt is fejlesszük őket ebbe az irányba. A crossbowman kell egy jó pár, főleg, hogyha várat fogunk ostromolni. Nagyon-nagyon jó a crossbowman arra, hogy várat ostromoljunk, mert az ellenfél nem nagyon mozog. És mi biztonságos pozícióba, hogyha elhelyezkedünk, akkor onnan tudjuk szórni a dicsőséget az ellenfélre. Azt mondja Kuzait Footman, Huntert mondtam, hogy arra van szükségem. Done. És rengeteg szemetet pedig magunkhoz vesszük. Oké, okay, na lássuk, hogy mi van itt északon. Merre megyünk tovább? Aha, ide jövünk. Jó. Mielőtt, hogy tovább mennénk, Tiába beugrunk. Egy kicsikét. Úristen, micsoda kereskedel... Azt a kutya fáj! Mekkora kereskedelem van itt Tiába. Wow! Hát akkor trade, eladjuk a cuccainkat, egy kis lóvé az abszolút nem árt, a ruhák azok mehetnek, fegyverek azok mehetnek, 849, valamilyen szinten csökkentettük a kiadásainkat, és itt toborozták a sereget. Számomra nem annyira kedvező kuzaitként ez a terep, ahol harcolnunk kell, mert itt eléggé erdős a vidék. Itt van ellenséges karaván, és úgy gondolták, hogy akkor nem jönnek felém. Ez úgy nem egy rossz. A karaván is eléggé jó pénzszerzési lehetőség.
Itt raidelnek egy falut. Aha. Ki ez? Tulag! Tulag! Itt vannak a városlakók. Akik valójában nem tehetnek arról, hogy háború van. Viszont rossz helyen voltak. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy looterekhez képest... Greetings, my lord. Your farmers from the village of... Igen? Igen? Tényleg miért van nálad kasza, mi? Havat kaszálsz? Vagy mit? Fogadjunk, hogy ti is harcolni akartok. Stamper horse, 135-ért, let you have, never mind. Na jó van, menjetek vissza havat kaszálni. Én pedig csatlakozok ez a sereghez. Segítsük, kapunk halat, kapunk gabonát. Tovir, 58-as csapat. Kinteg, continue. Join army. My lord, there's something I wish to discuss with you. Na! Miss Willowbark, mi a probléma? Hallgatlak. What we did to that village, I don't like it. Those farmers, they are not like my people. I want to know it won't happen again. As your leader, I am able to decide the best course of action. Perhaps you are not suitable for this party after all. Mehetsz vissza te is havat kaszálni. Háború van, aranyom! Elhiszem, hogy a te embereid, de amikor csatlakoztál hozzám, azért nem tűnt fel, hogy a zászlómon egy olyan jelzés van meg szín, akik most háborúban állnak ezekkel? Így kérdeznék én sok mindent. De hallgassál, én vagyok a főnök, én majd megmondom, hogy mi legyen. Ez háború van, nem a te agyaddal kell gondolkozni. Sturgeon Recruit 267. Sturgeon Recruit a csapatnak a nagy része. Kuzait Hunter, ők már kettes szintűek, és azt akarom megnézni, hogy Kuzait Nomád 72 kontra 267. Soldier 16, Sturgeon Peasant 26. Jó, hát nem biztos, hogy nekünk nagyon aggódnunk kellene, úgyhogy neki kell aggódni, erről van szó, és ott is van. Ott is van a csata. Oké. Okay. Chose formation to lead. 45 horse archer. Igen. Jó, nem. Úgy látom, hogy egy ilyen völgyben vagyunk, de a lovasi ijászokat fogom vezetni, és nagyon jó, hogy először hagyja nekem, hogy válasszak. Az ijászokat kivezeti? Atsaku? Ő nem. Nem, az ijászokat senki. Horse archers! Mounted archers! Follow me! Follow me! Fiú! Nem arra kellene lenni az ellenfélnek? Igen. Magasabb pozíciót foglalunk-e? Kíváncsi vagyok, hogy feljönnek-e utánam a hegyre. Fel tudok-e menni a nagyon szép az a repedés ott a falba. Gyertek, srácok, menni fog. Oké. Jó, ott vannak a lovasaink, akik nem tudom, hogy mit csinálnak. Igen, bunyózok az ellenféllel. Jó, nem jöttek fel. Végül.
Horse archers! Mounted archers! Advanced! Move to enemy! Oké, okay, megpróbáljuk őket ilyen szinten megközelíteni. Hátulról. Lehet, hogy a lovasokat kellene leszednünk? Nem tudom. Talán az íjászokat. Horse archers! Horse archers! Charge! Kill them all! Ezt a sisakot le fogom cserélni, srácok, lányok, mert ez nagyon idegesítő, ez a rongya, hogy lebeg. De kapta az arcon. De nehezen bírja a gépem ezt a csatát. Koncentrálok, srácok, lányok. Úgy néz ki, hogy nagyon szépen széjjel vertük az ő egységeit, és nem menekülnek, formációt próbálnak felvenni. Oké, okay, az is megvan. Sakban kell őket tartani mindenféleképpen ezen a... ebben a... jön az erősítés! Horse archers! Horse archers! Follow me! Stay close! Stay behind in reserve. Igen. Itt a domb oldalon át fogunk lovagolni. Hagyjuk, hogy a gyalogság irányába elmenjenek. Azok rendezik soraikat. És azt követően pedig szintén hátba támadjuk őket. Nagyon-nagyon szervezetlenek. Nagyon-nagyon szervezetlenek. És nem sok lovasuk maradt. Néhány lovas. Nagyon jó. Elég is sok nyilvesszőt felfog a pajzsuk. Horse archers! Charge! Valószínűleg elég is sok embert fogunk veszíteni, viszont így közre fogjuk a kettő csapatot. Oké, most kezdődött az ütközet. Horse archers! Follow me! Horse archers! Horse archers! Follow me! After me! Jó, kijövünk onnan, mert ott le fogják darálni az összes katonánkat. Így van, elég nagy veszteségeket értünk. Ó, micsoda lovasság van itt. Oh! Oké, visszajöttünk. Yeah.
Jó, visszahúztam a lovas íjászokat. Szedjétek azt le! Szedjétek le azt a lovast! Erről van szó. Van még 5 nyilam. Horse archers! Mounted archers! Move to enemy! Advanced. Valószínűleg már elfogyott a lőszerünk. És így is van. Hihetetlen, hogy mennyire nem... Gyerünk, gyerünk! Ja, azok az íjászok! Wow! Úristen, mennyien vannak még! Kaptam egy tricepsbe egy nyilat. Nem tudom, hogy hol van a mi erősítésünk, de nagyon-nagyon el kell. Oh, és még mindig vannak egy páran. Oké. Okay. És be ide az ellenfél közepébe, és megfogtam a padlót, és a kérdés, hogy ők elegen lesznek-e? De szerintem igen. Bár nem vagyok benne biztos. Úgy van, lovat leszedtük, verjétek agyon a lehető leggyorsabban. Alig vannak egy maroknyian, és nagyon nagy... Felveszi a nyilat! Felvette a nyilat. Okos. Gyerünk, srácok! Egy maroknyian maradtak. Négy ember van, ki elmesélheti a történetet. És már csak egyetlen egy. Kettő. Jövök! Jövök harc! Fuss, barátom! Úgy lehetem egészen jó az atlétikád. Na, leszeritek még? Nem, takarásban van. Hú. ...265 embert vesztettünk, 153 megsérült, 30-an elmenekültek, az ellenfél pedig 326-ot vesztett, 202-en megsérültek, 7-en elmenekültek. Attilával 25 a taktikám. Oké, lovaglásom, gyógyításom és az íjászatom. Szuper. Jó, kell egy jobb fegyver. Kell egy jobb fegyver, mint ami most van. Szóval. Amit mondtam, azt most megpróbálom. És igen, megvan a veszélye, hogy felerősödik és nagyobb kárt okoz nekünk. De ha elengedem, megnézem, mi történt. Ez csak egy teszt. Ez csak egy teszt, srácok, lányok. Skill points in charm. És plusz 2-es lett. Hányan lehetnek így a mesterséges intelligenciában a többi vazallus közül? Thank you. When you are finally defeated, I will request then your death via swift and merciful. Ne ezek gondolkozzá, haver. Unless, sir, that is you care to join us. Goodbye for now. Nem igazán vagy olyan pozícióba, haver, hogy feltételeket szabj. Shimir! You fight well, you are free to go. I'm free? Well, goodbye then. Hát elég kevés katona van, aki csatlakozhat hozzánk, és a
fogoly limitünk az 14, ami pedig nem sok. Tehát megpróbálok mindenféleképpen nagyobb egységeket toborozni, hogy azokat tudjam úgymond felajánlani. Higher Blade, tier 5-ös, nem semmi a csávú. És azt hiszem, hogy a 3-asok van. A 33 ember közül választhatok, és Sturgeon Recruit az, akit így betoborozhatok, de az természetesen nem kell, inkább a 3-as szintűeket. És kettőt még közülük, 14 per 14. Ó, oh, egy Darkan valószínűleg elmenekült. Kuzait Horseman. Done. És lootból kaptunk-e valami nagyon-nagyon jót, így az árérték arányba. 22-es mail csizmát. 17-es, nem Shield Maidennek. 17, igen, ő megkapja azt a 23-ast. Állj. 23, igen, ő megkapja a 23-ast. Orichoz visszamegyünk, ő pedig megkapja ezt a 22-est. A lábat könnyebb támadni, mint testet. És... gyalázatos páncélok vannak. Ugye az ellenfélnek nagy része az gyenge katona volt. 17, azt mondja 16. Shield Maiden 17. És ennyi volt. Ja, tényleg! Iltas, Engineer. Tessék, kapsz egy sisakot. 17-es. Kapsz egy ilyen kis köpenyt, hogy védjen az ütésektől, és hogy boldog legyél. Képességeit nem igazán ismerem, Cavalry Kite Shield. Large Shield, ez is Large Round Shield. Cavalry Kite Shield, ezt kapod meg, van egy fegyver a kezedbe. Nem tudom, hogy dárdahajítással kapcsolatban mennyi tapasztalatod van, barátom, de én adok neked egy ilyen dárdát. És talán adok még egyet. Fejleszed magad. Fejleszed, mert az jobb lesz. Pengék pedig... alapvetően erősebb pengéink vannak itt az alternatívákban, úgyhogy ezt gyorsan le is cseréljük. Barrel Grapes, Grain. Kapjuk az alapanyagot, és... mondom, páncérek azok katasztrofálisak. Talán ez a 10-es. Így. Kesztyű, az pedig a 9-es, ami a legnagyobb. Jó, nem kapsz lovast. Nem kapsz lovat, a gyalogságban leszel. Igen. Sturgeon, Trotter és Póni. Ja, minden. Done! Van-e valakinek... 62 katona! Oké. Okay. Kíváncsi vagyok, hogy hova megyünk. Azt mondja, úristen. Hát vannak egy páran. Mindenki ilyen 3%-os. Ott van egy 59 katonát számláló Lord. Amitől már többen vagyunk alapvetően, de még 7% alatt vannak a nemesek, tehát... Ja, ezért jön felénk. Meg lehet, hogy meg akar minket. Nem, csak menekül. Csak menekül. Nekünk most talpra kell állnunk. 159. 48 katonám maradt. 34 looter. Megtámadjuk vajon a lootereket? Van, én megtámadom. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora veszteséget szenvedünk el. 7, 9, 10. Nem rossz. 175-ért, ez eléggé kevés pénzt kaptunk, viszont kapunk szemetet rendesen. És csatlakozunk vissza a csapathoz. Ott van egy újabb nemesünk. Igen, jönnek, valószínűleg egy új sereget fognak toborozni. Creator an Army. Akiszernél csináltak még egy sereget. És megyünk tovább. Azt mondja, hogy egy város, kettő város. Ez a határvidék? Kettő város a határvidék, és sehol egy vár. Itt van még. Tucker Castle. Egy vár. Három város. Kettő vár. Négy város. Öt. 1, 2, 3, 4, 4 város és 4 kastély. Ami még elfoglalásra vár. 669, mínusz 30-as. Jó, azt hiszem, hogy újabb csapatokat kell majd toborozni. Itt van még egy... nem looterezünk. Csapatot toborzunk, 32 emberünk az
aki... Ez nem Kuzait, ez már nem Kuzai terület elméletileg, de mindjárt megnézzük. Recruit troops. Sturgeon recruit, oké. Okay. Az nem kell, imperiállal fogok valamint Kuzaittal. Jó, valamint eladjuk szépen a dolgainkat. Lássuk, hogy a karakterünk hogyan tudott fejlődni, van-e valahol plusz pont, amit eloszthatunk. Taktika, ami azt jelenti, hogy a soldiers deal 5% more damage in simulations. Természetesen ezt ki fogjuk pipálni annak érdekében, hogy erősebbek legyünk. És megyünk, felveszünk még embereket. A jó tartaléka van a nemességnek. Jöhet mindenki, leave. 13 looter. És most, srácok, folytatódik azzal a történet, ami korábban volt, hogy az embereinket megpróbáljuk felfejleszteni a lehető legmagasabb szintre. Surrender or die. És send troops. 5 sérültünk van. És mielőtt még vége lenne a mostani epizódnak, ezeket még felfejlesztem. Recruit, imperial, közelharcosok kellenek. Kuzait archer, mehet tovább, és Sturgeon archer, Sturgeon soldier, ők csatlakoznának, de nem kérjük őket, nem akarok nagyon vegyülni. Pénzünk nincsen sok. De már a Kuzaitoknak köszönhetően van lehetőségünk újabb területekre kiterjeszteni a birodalmunkat, és Mizea egy eléggé központi helyen elhelyezkedő város. Ez azért fontos, mert ide jövünk. Ami nem azért másért is fontos, de most alapvetően oda fogunk menni. A csapat létszámunk még egészen jó. Ez pedig imperiál, így van. Imperiál település. És recruit troops. Jó. Train infantry. Köszönöm szépen, 16 looter, az most minket nem érdekel. Az a jó, így Mizeába, hogy Veálosz, Ortra és Szamata is hozzátartozik. Szamatánál Kottont biztosítanak. Ortába lovakat, középkarádiai lovakat, és még nem Temis tartozik hozzá. Veláosz. Ott van Veláosz. És itt szintén lovakat. Igen, ott látszik is. Így van. Tehát ami nekünk fontos, az ez a falu. Ugyanis itt vásárolhatunk egy workshopot, amennyiben lesz elegendő pénzünk rá. És innen újra húzhatjuk a lóvét, mert az az igazság, hogy a pottery shop az odokba 100 dénárt hoz. Hosszú távon természetesen kifizetődik, nincs azzal probléma, de rövid távon pedig jó lenne valami profitálóbb helyet találni. Úgyhogy először is kereskedni fogunk, eladjuk azokat a dolgokat, amikre nincsen szükségünk. Fegyverekre való tekintettel itt nyomok egy balra gombot, valamint a ruhákra való tekintettel itt nyomok még egy balra gombot, és 5687-tel köszönte meg a háború, hogy én itt részt vettem a buliban. És ha bemegyünk a településbe, akkor az altot lenyomva körülnézünk, hogy milyen workshop is található. Itt Silversmith. Nem lenne rossz, Tannery. Az sem lenne rossz. És... másra nem látok, mert nagyobb, nagyon egybe vannak olvadva. Orig is ott van, meg Willowbark is. Gondolom kocsmáznak egyet. Én itt rohangálok, mint a mérgezett tegér az udvaron, ti meg elmentek kocsmázni! Szóval ez a település nem fog jól keresni, mert Silversmith van. Nincsen messze egy ezüst bányászó falu. És egy tenőri. És Fury is messze van. Tehát ez a település nem keres sok pénzt, én rá fogom tenni a koton feldolgozásra az enyves kis kezemet, majd a következő rész alkalmával, hogyha utána járok, hogy megírja. Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Azaz nem, most köszönöm meg először a figyelmet. Nagyon-nagyon jól dolgoztunk ebbe a részbe, 55-ös az influencem, és úgy látom, hogy a mínusz 1 az még mindig áll, de majd hamarosan fel fogjuk használni, amennyiben elegendő csatát és elegendő harcot fogunk nyerni, valamint hogyha kifejlesztjük az épületet saját városunkba is, mert jó néhány napja birtokosai vagyunk Argoron településnek, úgyhogy szeretném majd felvirágoztatni, de ezt vagy a békeidőben, vagy biztonságos háború által sújtott a területen kell megtenni, nem hiszem, hogy erről fognak támadni, és azt nem tudom, hogy itt át lehet-e menni, úgy látom, hogy át, tehát annyira nincsen nagy probléma. Következő rész alkalmával valószínűleg Szibír és Várnovapol városát fogjuk megostromolni.
ami meglátjuk, hogy milyen veszteségekkel fog járni az ellenségnek, illetve nekünk is. Hölgyeim és uraim, köszönöm még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, talán legközelebb. Szevasztok! We'll be right back.